Sziasztok! A gyereknevelésben, legyen az szülő vagy tanárnak, van egy nagyon egyszerű megoldás, hogy a felnőtt szól a gyereknek, így kell csinálni, ez a helyes. Másképpen nem szabad, és a gyereket szót fogad, és azt teszi, amit kell. Az nagyon jó és nagyon helyen való, ha egy kis gyerekről van szó, akit nem lehet meggyőzni, akit nem lehet megnyerni az ügy érdekében. De ha felnőttebb egy kicsit nagyobb a gyerek, akkor mindenképpen úgy kell nevelni a gyereket, hogy a gyerek értsen, hogy miért fontos ez a dolog, mert akkor ez a sajátá válik, és utána biztos fogja ezt folytatni így. A heti szakaszban van egy nagyon érdekes dolog, ugye az örök válasz szól Mózesnek, szóljál a sziklának, adjon vizet, Mózes pedig nem szól, hanem ráüt, és erre az örök válasz megbünteti, hogy miatt nem tud Mózes és Áron bemenni a Szentföldre, Izraelbe. Felmerül a kérdés, hogy amikor a zsidók szabadultak Egyiptomban, és kezdtek járni a sivatagban, akkor már volt a vízhiánynak a problémája, és akkor azt mondja az örök való Mózesnek, üss rá a sziklárad, adjon vizet. Most 40 évvel később pedig az a vétke, hogy ráütött a sziklára. Erre felmerül a kérdés, ami jó volt a vándorlás elején, amiért védtek a vándorlás végén. Erre azt mondja a Midrás azt mondja, pont nevelésre hegyezi ki az egészet, azt mondja, kisgyereknek lehet úgy nevelni erővel, hogy ráüt a sziklára. De hogy múlik az idő, akkor már ez nem a jó módszer. Most nem az csak az a lényeg, hogy szólok a gyereknek, megparancsolom a gyereknek, vagy még ráütek egyet. A lényeg az, hogy én szólok a gyereknek, azt jelenti, hogy ráveszem őt, elmagyarázom, hogy a gyerek meg van győződött, ez a helyes, akkor már teljesen biztos, hogy ezen az úton fogja folytatni. Ez úgy igaz, ha szeretném, hogy a gyerek mindig tisztán tartson a szobáját, és elmagyarázom neki, hogy tessék, olyan sokkal kellemesebb így, akkor biztos, hogy gyerek fogja folytatni. Hasonlóképpen a zsidóságról, ha elmagyarázom neki, hogy miért fontos a szombattartás, miért fontos imádkozni, kósert enni, stb. Abban a percben megérti, hogy miért ez jó, mert az örökölő ezt parancsolta, ezáltal közelebb kerülök az Istenhez, akkor biztosabb, hogy fogja így folytatni. És ezért a vándorlás elején lehetett ráütni a sziklára, de a végén pedig már nem. Köszönöm szépen!